Egy online mondott a fizetésbe fürdesz már. Szóval jön meg, hogy jöjj ki. Gyere, Manki, he! Hagyja meg engem biztos. Mikor lesz kész a kaja? Pont kész van. Hány óra van, azt nézd meg. Miért vagy a gyerekem köntösében? Fázol. Menjél, a kisfő értem, mert szerintem annyira az üdél. Addig én meg kirakom neked a levest. 26! Akkor haladjál, menj az a 26. Na menjél, a lényeg az, menjél a kisfiúért, addig kirakom neked a izét, a levest. Szedjek ki a leves, mire jöjjön, ki legyen rakva a leves, majd rejes vagyok. Ki lesz rakva, már rakom is kifele. Ne aggódjál. Anya, nekem ne rakki. Enni kell, neked is, Liza. Nem. Az a baj, hogy te soha nem eszel, nem szoktál táplálkozni, fénnyel táplálkozó. Te gyógyszertől. Én csak neked szedjek ki leves. Anyu. Ja, van a tesám. Nem kell? Anyu. Ja, van a. Eszel vagy nem? Minek? Anyu. Akkor így jár. Mondjad! Van egy kikrom. Ami? Elfejtettük megint a gyógyszert. Elfejtettük megint a gyógyszert. Gyógyszermetet meg? Nem, ma mindjárt odaadom a gyógyszeredet. Ezt hogy gyertek? Sajnálod? Azt mondtad, hogy nem eszel. Sajnál? Akkor nem kell. De miért is járt ilyenek? Eszel, vagy nem? Jó, van a tesóm. Akkor tolvájál meg te. Ez universális katalkező. Mit? Mi az Anna Mari? Mi? Popfilter. Ne! Válaszom, ne! Elég ennyire, csak én mennyit szedj? Elég. Egyél, addig én megyek a ruhákat. Berakom mosni. Addig táplálkozzál. Liza, miért nem eszel? Jó van, ötrú. Nem vagyok éhes. Hát, te sose vagy éhes. Egyél? Szasz, jó van, ötrú. Hájnál, jó van, ötrú. Sérülni fog, kutya. Most miért lesz? Te meg hallgassam, baj. Szia, édesem, hazajöttél. Haza! Itthon vagyok! Nem neked szóltam, a kisfiú. Ki van a koleves? Ki van a koleves? Hazajön egy glászik. Nem eszel neves? Ez a tiéd. Egyél egy kis leves, gyere! Az tiéd, nekem meg kell szállni.
Szedek kinek a levest? Na nem játszol, kis ember. Ne játszol. Na szedek kinek a levest. Megbocsuk a kacsonkat. Mindjárt, miért nem eszel ennyit az összes kicsit? Ez nem, ott a szappan is, a csúszfűde. Ha, ilyen profétel, nincsen semmi. Jaj, patkány vagy valami. Nem mindegy, hello. Szeretek ki neked is leves, megintetlen, mert az nem emberünk, mert egész nap tudom eszel. Itt nem lehet csinálni, Elizabeth! Ne játsszál be, hogy a szállat! Ne! Nem kapok semmit, kérlek, ha olyat még nem eszel! Hozzatok a nem fiatal! Jó, hogy vagyok, kíván! Mit tudom? Melyik az enyém? Az! Mi van te? Mi van? Nem tudom, rá van borsodban, nem tudom, mi van, mert nagyon erős. Ha jöttem, nem tudom, hogy nézzem van. Neri! Tiszta, nem belőle, te legyen! Ha lebogd, már tehet föl! Na, tiszta, könnyes szemben! Miért kellett bebósozni ennyire, te? Mi, mit csináltál? Hát nem is erős! Nem tudsz a borsa bánni! Hát egyáltalán nem erős! Áááá! Nézd, a tortuk, a tortuk, vagy lehet! Szemfél, tiszta! Szilagy! Elhandó piszkálgat engem, mikor felhőzök el. Többet nem csinálok ennyi valamit! Istenem, a torkom lángol. Hát, meg ugye elmondom. Mi van te veled? Kocsóba könny, azt nézd meg, ne! Mi van, erős? Ricsik, erős? Akkor még mi van ez? Erős nem is. Melegedte érezt a gyorsan. Lehet, jó, hogy a üljél le, ne kucsíkó, hogy legyen a drága finom. Hát lesz. Nagyon erős, he! Ez nem erős! Hát kóstold meg! Meleg! Az egyáltalán nem erős, nem eszek utánat. Ki ez a finnyel te? Gyere csak egy élita. Nézzem már, ami mi van! Nem megvan kaptálva, ne? Egy másik percet! Elvitetlek nánásra, figyelj meg, addig csinál, de vonatok át. Valami lehet irítálja valami, ne? Nánásra vitetem el a bolondok házába, addig csinálja. Ne. Szerintem bújj bele a kájhába, na? Szerintem a hűtő. Mondtam, hogy feled a száj. Mondtam, Elvittem nádát. De hogy mi a baj, megmondod neked? Rangol, jaj, jaj! A nyelved ragad nyílva, hogyha én el nem vitetlek mindjárt. Hogy ragadna nyelved a húsot? Nem állít magam, a nyelven ragad nyílva, én elvittetem. Hogy a bolondot tettem? Egyáltalán nem előtt. Nézd, hogy nem mondjátok ezen be. Ezért vagyok én ilyen beteg? Megnézem a levesedet, hogy miért vagy elájulva. Akkor prikesd ilyen miatt. Nem tud elgondolni a borsot, nem lesz jó a vége. Jaj, Istenem. De patkány, mire olyan a levese? Oh. De mit csináltam én? Hát nem tudom. Olyan, mint a patkány, mire a levese. Hát kóstold meg, Ricsike. Fejezd be, mert nánásom kötöl ki. Hé, nem, gyere, nézd meg az egy levesemet, hogy egyáltalán nem erős. Azt engemet átkozom meg bántó. Kóstold meg a levesemet, hogy egyáltalán nem erős. Jó, ne, meg mindet, hát. Na nézd meg, megeszik. Erős? Na, erős? Én akkor tejterméket szoktok kérni, kérem szépen. Krisztián! Igyál tejet, rohadék! Nem érted meg, ne? Fukkan ki! Most már bevehetni a magyar.
Megállom a nőpöngje! Te neki fosszal mindig! Ne! Levesed! Olyan, mint a patkány méreket! Most kóstoltad meg az enyémet, nem erős! Szerint a tányérod. Na, figyelj, Érid, amit most fogod mondani. Felvértem a levesedbe, én nem rakok bele a gyerekek miatt se erős paprikát, ebbe maguk vannak, és patkány méreg erős. Nézd meg! Nem látod, mikor eszel? Te előd a izé kutya kakát is megennéd, he? Hát nem lát, ez nem krumpli, ne, dugik van itt magga. Dugik van magga. És az mi levesünk miért nem erős akkor? Nem rizsa. Nem rizsa. Hát pont visszam az apu. Apu, nem látom. Apu, csinálta veled, a vicsikét csinálta veled. Mit? Apu, belakta az erős paprikát a levesbe, ő csinálta. Látod, azt engem meg bántottál? Azt mikor csinálta? Amikor a fürdőszobában voltál. Látod? Bementem a ruhákat beratni, mosni. És akkor, de te amúgy tudod, hogy miért gyűlölek tégedet ilyenkor? Mert egyből engemet bántol, hogy én lemérkeztek tégedet. De ezt miért kellett most csinálni? Adjál már neki. Let's go, street. Ez mit jelent? Let's go, utca. Egyél, azért nem bántolok, mert tisztelek, hogy eszel. De aztán fogd meg magad, és akkor... Te megedd meg a leves, nem pocsítkolom. Na mindjárt megeszek neked, hát így is csíp, meghaltam a nyelvem. Biztos kétszer fog csípni, de megálljál. Most mi az, hogy kétszer fog csípni? Most itt meg mikor... Toalett ezek. Mikor az ürüléket nyomja ki fel. Akkor tudod, mi lesz neked. Ásod a sikert. Na megöltek idegileg, és jobbat eszél. Ásod előre. Sangokon. Szólok előre neked. Közöbb egy kicsi a haja. Megöljek! Jó étvágyat, egyél, fősz, majmon, egyél. Ez mi ez? Menjél, mert benyomok az auradba. Egyed, az már kint találkozunk, gyere ki. Megbeszéljünk kint részleteket. Gyere ki, most! Visszafértünk, gyere. Nem tudom, miért tévesz még végig. Amat nem eljött bántani. Nem tudom, hogy tetszett el is. Feküdjél, jó? Kis hízó. Na megbeszéljük kicsikeim a dolgokat, Anna van itt, jó? Jó. Csak beszélgetek. Elcsik! Olvatosan fel! Hello! Ne! Hello! Fejjel fel! Beszélgetek csak. Elcsik! 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 Valaki befingott, hallottam. Mit csinálnak jó Istenem? Hello! Semmi sem, csak beszélgetünk. Megmondtam neked! Álljál már, hogy a fegyek bőcsét! Mi van vele? Felakadt a fára, úgy kell felvenni a fára. Mondtad, majd perfect. Megbeszéltük! Nem akartam, megbeszéltem vele. Mekkor bácsoltad a hátát? Na. Mi van ennek a gyereknek? Felakadt a fára. Mit csinálok vele? Én Natália vagyok, én lesz az anyuka, ezek a barányok, jó? Szia! Kicsim voltatok iskolában? Nem. Hát ez elég szomorú, hogy nem lehetetek el az iskolában. Akkor menjetek be már is a zabátomba tanulni. Kívánok! Mi újság? Mit csinál? Nem vagyok itt, bízom a tévét, kijövök egy kicsit ezeketet, jövök megyek, kiherem az ünnep fáradalmait kifele, hát. Miért? Ki vagyok? Ki vagyok itt, akinek? Megpanaszkodjál már neki egy bűhár. Panaszkodol egy bűhár. Hát megettem, hogy nem tudom, ez csak egy elnyomt erős paprikával levesem, mert ki vagyok már. Ki vagyok már tőle? Nem tudom, most mit csak hát, vigyem a padláshoz, bezárja a padláshoz, hogy felzárja a modat. Nem tudom, mit csinálok már vele. Adok én mindjárt várjál, csak én átmegyek most. Mert én most én a csigolát fogom beállhozni, nekünk. Olyan lesz, mint a feszes bárampiam. Nem törődj vele, elintézem, mert tudom, hogy az én gyerekikkel, mit hogy kell bántani. Ó, menj az én bánás magot, hidd el neked. Ütök nevel.
nem tudod megjavítani semmivel se. Kérdeztem, mit csinálunk? Elmondtam, hogy mit csináltok. Nem tudod helyre tenni el. Mi lett velem ma? Én csak elmondtam. Az baj? Mit csináljunk egy vacsorának? Halló? Szia. Semmit, ott vagyunk, ülünk. Hát veletek? Nem jöttök le. Csináltam jó. Hát én benne vagyok. Csapatmirányban. Á, nem tudom, mit csináljuk. A Krisztián meg már napuval megbeszélt a találkozót itt nálunk. Na jó, vagyok én. Meg kell Krisztián megvárjon. Akkor jó van, akkor benne vagyok. Kávézunk egy jót. Jó, palacsintát sütöttél? Na akkor, akkor gyere értem, felöltöztetem a gyerekeket, azt levegyünk. Na legalább egy kicsit kikapcsolódok. Jó van, oké, okay, szia! Szia, Niki! Fiam, öltöz! Megyünk le Mikéjékhez. Csinál, Niki! Palacsintát sütött, vajó szőrt nála, minden. Na! Öltözzetek, azt menjünk le. Ha meg van időnk, ha jövünk, az a fürdünk, azt fekszünk. De ha kapuval eljössz beszélgetni. Igen, kicsit. Mész, gyere, Liza, öltözzünk! Igen! Az apuka. Mi van szerelmem? Költözünk. Miki jöjjött, hogy csinálok valami palacsintát. Mondta, hogy menjek én, csak mondom. De hogy menjek meg? Látom. Hát ez a zseboroszlán merre van. Valami akkor ide széjjel szokottam a drágomat. Hú! Még te valami búvár gerebét ide tettetek, valami biztos, hogy belekadtam. Tudtam, hogy Ricsike nem rakja. Annyi mondtam, se termelsz a 3-4 darab falevelet. Kis szemedet is összeszedj. A falevelet nem tudja összeszedni. Tűzön, nem így ne lovol rossz könyvét. Ne félj, most a csiholó lesz rád, azt mondja, Nefi. Csiholó. Úgy fog menni, Nefi, mint a kezes bár. Thank you.
Bicsike! Gyere már kicsit, apozom, mi van? Itt van. Gyere hát! Na. Egyébként nem hallottam, be van dugva a fiancsukat. Jaj, baszd Ricsike! Jaj, gyere kisfiam, üljél le lejtés, vagy uraüsz, mindegy, jó. Na ide figyelj, egy nagyon nagy dolog történt itt nekem a gyerekkoromat, mondom, hogy elmeséljem neked. Gyorsan elmondjam. Hát az a helyzet, hogy mikor én gyerek voltam, olyan volt, hogy egy kalapos bácsi uralkodott, érted, az utcába. És kiszűrte azokat az embereket, akik mindig rossz cselekedeteket csináltak a testvérekkel. De azt képzeld, úgy kezdődik el, tárgyak fognak megmoccanni. Érted? Utána másnap ráül, amelyre folytogass a lovakból, egész itt csak a nyakán fogja. Játszom, mondom neked. Azt állítólag hallom, hogy itt valami nem nagyon van rendben. Nem hiszed el? Mi? Nem hiszed el, hogy a tárgyak megmoccannak, és másnap utána folytogatnak, lovagolnak, meg gyilkolnak, meg mindenet. Nem szabad ilyet csinálni. Nem csinálok semmi. Hát, nagyon rossz a kicseszeget is. Figyelj ide! Akkor megkérlek, kalapos bácsi! Jelen vagy! Mutatkozz meg Ricsikének! Gyere, kalapos bácsi! Úgy mondom neked. Látod? Gyere meg! Gyere meg, meg is félek te! Látod? Mit csinálom? De az a mely is félek. Jó, na? Na? Na mit szólsz hozzá? Mondtam neked, hogy hát. Kalapos bácsi! Én nem csinálom többet ilyet, he! Kalapos bácsi! Én nem vagyok rossz, nem csinálom többet ilyet! Kalapos bácsi! Jó, ne féljél! Jó van. Üljél le! Nem lesz rossz ez a gyerek! Üljél le! Nem csinálok már többet ilyet! Hát, Ricsike, itt legy! Nézd meg, Ricsike! Nézd meg, a minden megmoccant, látod? Mozogjon meg valami, kalapos bácsi! Kalapos bácsi! Kalapos bácsi, moccanj meg! Jaj, Isten! Áááá! Áááá! Ez komolyabb a helyzet. Megváltozok, nem leszek van! Ja, holnap tudod, hogy mi következik? Megváltozom! Holnap tudod, mi következik? Megváltozok, nem leszek van! Ráül a mellyre a gyereknek! Hiányzik ez neki? Nem! Ezt akarod, hogy történjen meg? Jó, gyere, üljél le, kicsit pihenjél, feküdjél egyet. Hát nem leszek rossz többet, hát! Adjál neki egy babát oda. Nem baba kell ennod te. Meg szerintem mi van? Kalapos bácsi! Azt nincs oda! Jó Istenem! Ez már még fetelefon? Anna Marika visszajön. Hol? Jaj, te fétnek anyám! Nem leszek rossz többet! Nem már meg a gyereket. Akkor várjál, akkor hagyj adjak egy szellemi idézést idézés neki, hogy... Menjél! Kalapos bácsi! Én már nem leszek rossz többe. Na, szerintem itt meg fog változni minden. Meg fog változni minden, mert itt olyan... Még dolog... felfogoltam én is, ne? Mit ő fogoltál? Félelembe. Azt... Nem leszek rossz többe. Jó. Én ajánlom neked. Nagyon változtassál a modorodon meg a stílusodon. Nem egyszer mondtam. Ennyi, hát ez most megtörtént, én most elhajtottam. Holnap megint jön egy tárgymoccanás. Utánoztál, lovagolás. Őrgés az ablak alatt. Gondolom ez nem hiányzik. Hát szerintem. Nem csinálj többet. Ne ide oda valaki, te ne szalkodjál. Nem csinálj többet ilyen. Na jó van akkor. Ügyítes meg le magad most már. Jó. Takarítsál meg annak, hogy legyél, jó? Már azzal is sok rosszul bánsz nagyon. Jó, mindjárt csinálom. Én menjem nekem, mennem kell, mert én is még félek haza menni, hogy nehogy véletlenül valami bosszút rosszal, ellenem fordítsuk valamit, jelentetünk valami. De nem kell, hát én már tudod bánni, én már benne vagyok ebben a dologban. Már nem fogok aludni, szerintem, hogy nyitott szemmel. Nyitott szemmel, hogy fogsz aludni? Én úgy szoktam valamikor. Hát ez szóval. Jó, Iszak. Jó, így van. Megyek, Krisztián, mert nekem még 1 milliárd dolgom van meg este fele. Nagyon vigyázzál, azt akarom mondani, azt az egyet, azt az egyet könyörgök, erre a gyerekre a négy szemet.
Mert itt nem hogy valami rossz sérelem éri azt a gyereket. Most morálba fog aludni. Ezt nem engedem meg. Ezt tényleg meg. Én nem hazzuk magamba. Hát nem. Azt akarod, hogy a kalapos megjeljen neki. És itt fogok itt aludni most. Itt nem fog aludni. Én megyek Krisztián, akkor... Jó van, kikísérem. Na jó van. Jó éjszakát ki... Mondom arra a gyerekre, nagyon vigyázzál, ne, ugye, meg ne hallja már az a gyerek. Na, jó. Na megyek akkor, na. Sziasztok, csáv, kívánok. Ja, Ricsi. Csáv, nagyon komolyan pecázzuk. Jó. Na, most csak többet ilyen gyalánk. Krisztián. Na? Mi volt az a Ricskével? Már milyen kapcsolatosan? Hozzájött, milyen jó fiú volt, ha. Megváltozott. Takarított, segített nekem mindent. Öntötte nekem kólát, az ittünk a gyerekekkel. Megvan az első. Na, Marika, megváltozott. Nem mit csináltál vele? Bántottad? Semmi nem csináltam vele. Hát akkor mit ülnek ez ilyen jó gyerek? Meggondolta magát lehetőségben a szakadék. Hát ez valami hihetetlen. Mondom. Teljes más lett, kint a kicserélték volna. Észrevettem. Olyan rendes lett. Jó fiú lett, le a kalappal. Szépen tévészket, ide. Nem jajgott, nem visít. Hihetetlen. Én örök neki ilyen. Na, szokra. Na, úgy megijedtem is. Te mit akarsz? Mi van te? Hogy aludjuk már? Miért akarsz itt aludni? Aludjuk kisfiúval. Kisfiú? Amúgy is alszik ránk félre. Mit tűfész? Mit tűfész? Krisztián Krisztián. Farkas? Ja. Zsákos? Nem létezik, mi van te veled? Zsákos. Hogyan tudjak látni? Zsákos. Ha már egy kérdés, hogy jár, menjél. Menjél innen, ötkös. Adjál takarót. Adjál takarót, ne sajnálj. Nincs nyugalmi állapota. Öleldök volnak, hogy aludjék veled már fél. Csókod te, meg! Te, baba, te! Ah, ne játszál! Én kell, én nekem altatom, Krisztián! A kis szemed húj le, zsákos! Alszik a Ricsi Ricsike, jön érte a zsákos bácsi.